A drasztikus gáz- és villanyáram áremelés bejelentése óta 8-szorosára emelkedett a napelemek iránti kereslet. A Híradónknak nyilatkozó szakember szerint az energiapiaci ára várhatóan tovább fog emelkedni, így a napelemek megtérülési ideje folyamatosan csökken. A Nógrád megyei Endrefalván havonta segíti az önkormányzat a megemelkedett rezsiköltség miatt nehéz helyzetbe került lakókat. A fát hasogatja Visnyár János a Nógrád megyei Endrefalván, miközben felesége a virágokat rendezgeti. Kettejük nyugdíja 160 ezer forint. Első az, hogy a rezsi, a csekk, az ki legyen, mert segítség nincs. Mint Híradónknak elmondták, számukra nagyon nagy segítséget jelent a helyi önkormányzat támogatása. A község vezetősége ugyanis úgy döntött, hogy havonta segíti a lakókat. Jelenleg a öregségi nyugdíjminimum 450%-ára módosította a képviselőtestület azt a jövedelemhatárt, ahonnan igényelhetik a lakosok a lakásfenntartási települési támogatást. Ez az életközösség méretétől függően 5 és 9 ezer forint között változik havonta. Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos július 21-én Tusnádfürdőn jelentette be, hogy havi 144 köbméter földgáz és 210 kilovattos áramfogyasztásig mindenki rezsicsökkentett áron kapja az energiát. Megnéztük, mennyit kell fizetnie annak, aki ennek épp a dupláját fogyasztja, úgy, hogy közben 3 gyereket nevel. A kalkulátor szerint gáz esetében 90 ezer forintot, az áramért pedig több mint 22 ezer forintot kell fizetnie. Kujáni Péter híradónknak azt mondta, a bejelentés óta 8-szorosára nőtt a kereslet a napelemek iránt, ám mindez az energiatakarék értékesítési vezetője szerint nem terheli meg a kivitelezést. Támogatást jelenleg kétféle módon lehet igényelni. Egyik az otthonfelújítási program, amin belül 50%-ig terjed a támogatás maximális összege. Illetőleg szeptembertől indul az RRF alapból a második és egyben utolsó fordulója, ahol hát 100%-nak hívják, csak időközben a másfél év alatt már annyira megemelkedtek az árak, meg az árfolyamváltozás miatt nem fogja 100%-ba lefedni a rendszereket, de nagyon magas mértékben támogatott módon lehet pályázni napelemrendszerre. Kujáni Péter azt is mondta, az engedélyeket az szerint adják ki, hogy az adott helyszínen lévő hálózat mit bír el. Hozzátette, a napelemrendszerek szaldó elszámolásúak, vagyis éves egyszeri leolvasás történik. Az éves leolvasásnál pedig megnézik azt, hogy mennyi volt a termelés, mennyi volt a fogyasztás, és a különbözetet kell elszámolni. Tehát ez már egy könnyebbség. A megtérülési idő a jelenlegi lakossági áramára számolva a korábbi 10-12 évről 5-6 évre esett vissza, és ugye, ahogy negyed évenként fog változni ez a rezsistop feletti úgymond piaci ár, várhatóan felfelé, ugye, ez tovább rövidíti a megtérülési időket. Kujáni Péter hozzátette, a megnövekedett igény miatt körülbelül ősz végétől jelentősen meghosszabbodik az engedélyeztetési és telepítési folyamat ideje.